Sziasztok, üdvözlök újra minden csatornatagot, feliratkozót és érdeklődőt. Ezen sorozat első része óta 3 hét telt el, és meg kell, hogy mondjam, hogy rengeteg dolog történt. A latin UEFA-t fejlesztői tulajdonképpen másfél héttel ezelőtt előrukoltak szinte az egész Airbus családdal, kiadták és a Marketplace-ben megvásárolható a 318 CU, 319 CU, 320 CO és a 321 NEO. Ezek mind fizetős gépek és a Marketplace-el megvásárolhatóak tulajdonképpen 28-30 euróért vagy 24 euróért darabját. Az ár a típustól változik. Ezzel nem is lenne baj, az viszont önmagában is probléma, hogy ezek a gépek saját magukban teljes mértékben elmaradnak akár a fly-by-wire gép típustól is. Tulajdonképpen az Xboxosoknak egy kis remény, hogy tudnak a 320 Neon kívül más géptípussal is repülni. Mert mint például tudjuk, ők a fly-by-wire-t sajnos nem tudják letölteni, pedig az ingyenes. Tulajdonképpen ezekkel a latin VFR gépekkel az a gond, hogy a magas ár ellenében nem kapjuk meg az belsőleg, amiért fizetünk. A tablete végtelenül egyszerű, belső kidolgozása nagyon elmarad, akár a fly-by-wire-től, amihez leginkább tudnám hasonlítani. Jóval több gomb nem működik a gépen, mint az ingyenesen megkapható fly-by-wire gépén. Rengeteg funkció nem működik, és sajnos tényleg olyan gombok sem érhetők el, amire nagy szükségünk lenne. Textúrája is jóval elmarad társától, tulajdonképpen ezzel a géppel a latin VFR nagyon-nagyon az alapkategóriát üti meg, amit ugyan jeleztek, de én a 24-30 eurót azt egy kicsit magas árnak tartom. Aztán, amikor már kezdtünk volna elszomorodni, a Headwind Simulations helyet adott az installerjében, a kis programjában egy külön fejlesztő csapatnak. A csapat neve Horizon Simulations, és ők szárnyaik alá vették ezt a 4 gépet, a tulajdonképpen nagyon alapgépet, és olyan szintre felhozták őket, hogy azt kell mondjam, hogy egy tökéletes, repülhető, online is repülhető gép lett belőlük. Tulajdonképpen felhozták őket a fly-by-wire szintjére, a fly-by-wire-nek a belső kódjaival. Ráadoptálták minden egyes gépre, tehát integrálva lettek a súlyadatok, és integrálva lett a gép befogadó képessége, mind nézzük ezt üzemanyag terén, vagy utas létszám terén. Továbbá a gépeket optimalizálták fogyasztás téren, ezért minden gép egyedi, és megfelelnek az adott típus adatainak és elvárásainak. Ez a Horizon Simulations 4 modifikációja, teljes mértékben ingyenes a latin VFR gépekhez. Szóval aki úgy dönt, és PC-n szeretne vele játszani, annak javaslom, hogy vegye meg a latin VFR-t, de mindenképpen töltse le hozzá a Horizon Simulations modjait. Fontos azt még megjegyezni, hogy ezek a modifikációk, ezeket hiába tölti le az ember, a latin VFR gépei nélkül nem működnek. A Horizon Simulations modjait a headwindsim.net oldalról tudjátok letölteni, és rögtön az oldal tetején keressétek a sárga letöltő gombot. Ezen belül találjátok majd a Horizon Simulations kis ikonját, ami egy ilyen földgömb, egy repülő repül rajta körbe, és ott lesznek benne a modok. Tehát ahogy itt is látjátok, arra az ikonra kell kattintani, és akkor elérhető lesz ez a 4 Airbus típus. De még egyszer mondom, és hangsúlyozom, hogy ehhez a latin VFR típus meg kell legyen véve, és ezt a Marketplace-en tudjátok megtenni. Hiszitek vagy nem, a másik óriási hír is a Horizon Simulations-hoz kötődik. Ugyanis a csapat kiadott egy olyan 787-900-as típust, amit én is jó szívvel ajánlok mindenkinek. Repültem vele, pici hibái vannak, de ahhoz képest, hogy ez az első kiadás, tehát még frissítés sem volt rá, nagyon-nagyon jó gép. Akit érdekel, épp egy pár órája csináltam róla egy 3,5 órás live-ot, nézzétek meg, ha kíváncsiak vagytok rá.
A gép 3D-s modellje rettenetes jól ki lett dolgozva, 4 és 8K-s textúrákat találhattuk rá a flightsim.to oldalon. Megjelenés után egyből belevetettem a mélyvízbe, repültem vele egy 10-11 órás utat. Kisebb hibája voltak, már másodjára fordult elő, hogy a vénamot nem követte le rendesen, tehát oda kell rá figyelni, nem szabad vakon megbízni a robotpilótába, de szerintem ezt nagyon hamar javítani fogják, és ez nem egy akkora gond, ami miatt elvenni a kedvét bárkinek is a repüléstől vele. A legfőbb dolog az, hogy nagyon jól repül, nagyon-nagyon jól néz ki, és érződik rajta a gép súlya, különösen amikor megpakolja az ember, és feltölti üzemanyaggal. A 787-900-as a Horizon Simulations-től egy tipikus long-haul gép. Nagyon jó, nagyon örülünk neki, hiszen ingyenes. Azt viszont nagyon fontos tudni, hogy ahhoz, hogy a gépet élvezhessük, nekünk az MSFS Premium Deluxe változata kell, hogy meglegyen, hiszen abban benne van a 787-10-es, és ez a gép, mivel a 787-10-es alapjaira épül, és a 787-10-es csak a Premium Deluxe változatban található, ezért elengedhetetlen, hogy meglegyen nekünk a Premium Deluxe változat. Simbriefet is tud importálni, nagyon jó gép, írjátok le a véleményeteket róla, itt a komment szekcióban. És ezzel el is érkeztünk heti főhírünkhöz. Ugye ebből a képből már ti is kitaláljátok, hogy mit kapcsolok éppen. Körülbelül 3 vagy 2 órája megjelent a Flight Tablet a PMDG gépcsaládhoz. Egyelőre még csak futólag vetettem rá pár pillantást, de egész jó lesz. Fejlesztők azt mondják, hogy idővel 3. fél által származó applikációkat is fog tartalmazni. Tehát ez tök jó, hogy beengednek külsős fejlesztőket, és betehetik az applikációjukat a PMDG tabletjébe. Tud Navigraphból flight plant importálni, take-off, landing, performance kalkulálni, és van itt ez a jó kis funkció, Google Map nézet, vagy pedig a Navigraph nézet. Ez azért jó, mert ha rázoomolunk, tehát ezzel a nézettel nincs többé repülőtéren való eltévedés, ezt ki is tehetjük teljes képernyős módba, írja az összes taxivét, elnevezésük, állóhelyeket, szóval tök jó. Adnak hozzá nekünk egy manuált is, amit átolvasgathatunk. Jelenleg 2 applikációval érkezett meg a tablet, a 2 legfontosabbal. A fejlesztők azt mondták, hogy frissítések alkalmával fogják a többit majd hozzáadni. De ne is menjünk nagyon bele, ez nem egy olyan videó, hogy megmutassam minden részletét. Kitérünk majd erre is, de most tulajdonképpen csak a hírt szerettem volna veletek közölni, hogy a hosszú várakozás véget ért. Itt van végre, és megérkezett. Köszönöm, hogy megnéztetek, rövidesen újra találkozunk, addig is sziasztok!